Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Hatos csatornát. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Börönte Mártát és Tagai Pétert, akik a mai stúdió vendégeink, Szigeti Jenő tanárurat, állandó szakértőnket, és egy érdekes témát indítottunk el, ez egy könyvcím, Veled vagyok, fogom a kezed. Márta, mutasd be ezt a könyvet. Mit jelent ez a könyv? Tehát ugye a címből mi következik? A könyv előszavából felolvasok néhány sort. Szeretném végigkísérni az olvasót a gyász útján. Megosztom tapasztalataimból formálódott kincseimet, amelyeket hitem szerint Istentől kaptam. A szenvedéseimből megszületett lelki igaz gyöngycsört hordozom a szívem felett. Segíteni szeretnék másoknak megtalálni a szétguruló lelki gyöngyszemeket, megmutatni, hogyan lehet felfűzni és őszinte szívvel viselni. Úgy tudom, hogy nyilván vissza fogunk térni a könyv részleteire is. Úgy tudom, hogy ezt megfilmesítették, ezt a könyvet. Péter, mit tudsz erről nekünk elmondani? Igen, ez a könyv, ha jól emlékszem, 2 évvel korábban jelent meg, mint a film. A film az 2017-ben készült el, ennek volt a bemutatója, most lesz ősszel a második éve, és ha minden igaz, akkor most angol nyelven is el fog készülni ugyanez a film, hogy nemzetközi szinten is, akik ugye az a magyar nyelvet nem nagyon beszélik, azoknak is érthetővé váljon ennek a könyvnek az üzenete, a filmnek a eszközén keresztül. Úgy gondolom, hogy az egész gyász kérdés, ez egy nehéz kérdés a Bibliában is, ugye? Igen, hát én nem is a Bibliájhoz mennék vissza, onnantól el lehetne kezdeni. De gondoljuk csak végig. Valahogyan az a baj, hogy kikerült az emberek gondolkodásából a gyásznak a kérdése. Valahogy nem beszélünk az elmúlásról. Amikor megszületik egy ember, akkor egy biztos, hogy meg fog halni. Nem mindegy, hogy hogyan. És nem mindegy, tehát hogy a mikor. Születésünk és a halálunk közötti időért felelősek vagyunk. Ez a felelősség abból is áll, hogy tudni kell, hogy nem örökké élünk itt a Földön. És ezt a kereszténységnek is el kell mondani. Most régen nagyon jó volt, mert a templomok körül voltak a temetők, a templom pedig a falu közepén volt. Mindenki tudta, hogy. De ha megfigyeltétek, akkor az az érdekesség van, hogy például a gyereket nem igen visznek temetésre. Pedig ez nagyon fontos lenne, hogy a gyerek is átélje, hogy igen, van egy élet, és van egy elmúlás. Szóval nagyon sokszor nem beszélnek arról, hogy hát a nagypapa az meg fog halni, én nagypapa vagyok, 11 unokás nagyapú vagyok, és tudom azt, hogy milyen fontos, hogy az unokáimmal kicsi kortól beszélünk arról, igen, az én életem is véget fog érni, és ti nektek folytatni kell, hogyha a Jóisten úgy akarja, és az élet az egy ajándék, amire vigyázni kell. Tehát ez benne van. Na most ez kihat arra, amiről a könyv szól, a gyászra. A gyásznál pedig az van, hogy egy ilyen némaságba burkolózunk, nem tudunk mit mondani, elfordulunk, átmegyünk a másik oldalra, valakinek gyásza van, pedig egy gyászoló embernek pontosan az annak az egyetlen gyógyszere, vagy a legfontosabb gyógyszere mondjuk, hogy a hitbeli társak szóljanak hozzá, átvegyék a terhét, egyet érezzenek vele. Érezze azt, hogy mellettem van valaki. A nem szó vagyok igaz értelmében gyógyítsák a lelkét. Igen, nem vagyok egyedül. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert a gyász az mindig úgy jön, hogy egy elválás, és az elválás után nagyon fontos lenne, hogy valaki mellettem van, én melletted vagyok, hogy megfogom a kezed. Ez egy nagyon-nagyon fontos elem. Egyébként a könyv is, meg a film is ugye ezzel a témával foglalkozik. Viszont a gyászt, hát a média ugye mindig azt hozza, hogyha valaki híres ember, vagy valaki ismertebb közszereplő, vagy valaki ilyen jellegű ember meghal, ezt értjük a gyász alatt, tehát ez a programozás, hogy azt mondjuk, hogy hegedű, akkor mindenkinek a fejében megjelenik a hegedűnek a képe. És a gyászt azt ehhez társítja az ember legtöbbször. Igen, de a gyász az is, hogyha netalántán megyek be a munkahelyemre, és a portás közli, hogy a cég csődbe ment. Megszűnt alólam a cég? Így van.
Tehát rengeteg minden, ami az emberrel történik. Ami visszavonhatatlan veszteség, az a gyász része. Így van, tehát ahogy szokták csúnya szóval mondani, matematikában, határozzuk meg, hogy mit értünk a gyász szó alatt. Mi tartozik, mit tudunk oda betagolni. Nem csak azt, hogy egy szerettünket, egy rokonunkat, egy nagyapát, egy apukát, egy gyereket, vagy valaki hozzátartozót elveszítettünk, megszűnt alólunk a cég. A barátnőm mától letiltott a közösségi oldalon, telefonját letiltotta, nem tudom elérni. Egy barátság 30-40 évig tart, megszűnik, nem veszi fel a telefont, üzenetre nem válaszol, ez is gyász. Tehát sok-sok dolog betagozódik ebbe a témába, és az, hogy ez a gyász miért is érdekes vagy tabu kérdés kategóriába tartozik, talán még jelen pillanatban is, 2019-ben, az valószínű, én amikor a filmet készítettem, elég sokat gondolkodtam ezen, hogy az embernek az alapvető tulajdonságai között egy ilyen csomagba, ha beletesszük, akkor sajnos ott van a önzés, a kapzsiság és a birtokolni vágyás. És az összecseng az előzőekkel, hogy hát aki megszületett, az innen ebből a világból el fog menni. Tehát itt még senki nem maradt, és ez a fajta ragaszkodásunk dolgokhoz, mert az ember abban a komfort területben, abban a komfort térben szereti jól magát érezni, és hogyha ebbe egy hirtelen változás következik be, és lett légyen az bármi, amit itt előbb említettem, az rosszul érinti, és nem tudja feldolgozni. Na most, ha az ember úgy készül erre a dologra, mint egy nagy ikonikus sorozatban, az erő, ami egyszerre irányít és engedelmeskedik, és ezt elsajátítja, akkor ezek a hirtelen váltások sem fogják őt úgy érni, hogy letaglózza, és adott esetben ugye a végletek úgy vannak, hogy ugye néhány másodperc alatt valaki feldolgoz egy gyász történetet, vagy uram bocsá, egész élete végéig képtelen ezt feldolgozni, és bárki jöhet oda, pszichológustól kezdve a lelkészig, vagy ahogy szokták volt mondani, köznyelven maga az Atya Úristen is eljön hozzá, és akkor sem fogja tudni ezt a történetet. Nem engedi be így az van. Intim szmérájában, lehúzza így a redőnyt. És ezt élete végéig hordja. Így van, így van. Tehát a kettő között meg ugye rengeteg árnyalat van. A könyvről úgy látom, hogy angol nyelven is megjelenik, hiszen itt van előttem angol nyelvű kiadásban. Ez most a film előtt, vagy a film kapcsán, hogy angol nyelvű film is megjelenik, arra lett lefordítva egy az egybe? Az a tapasztalat, hogy a világ számos országában nehezen élik meg a gyászt, és hiszem, hogy ez egy egyedülálló mű, azért, mert párbeszéd formájában íródott meg. Az ember elmondja a fájdalmait, tehetetlenségét, érzéseit, és az Isten válaszol rá. A zsoltárokból választottam idézeteket, hiszen a zsoltárok olvasása közben az Isten jelenlétében lehet gyógyulni. A könyv azért hiánypótló, mert erőszakmentes kommunikációs társtréner is vagyok, úgynevezett zsiráp nyelvet tanultam, ahol az érzéseket megtanultuk kifejezni. A gyász akkor akad meg, a gyász folyamata, amikor nem tudom kimondani az érzéseimet. Ehhez azonban csendben kellene lenni, és megvizsgálni magunkat, hogy tehetetlen vagyok, kétségbe esett, csüggett. Amikor ki tudjuk mondani ezeket az érzéseket, akkor már is gyógyulunk. Igen, akkor nem rekedünk meg a gyászban. És a könyvben nagyon sok érzést, kifejezést írtam, hogy tanuljuk ezeket a szavakat, mint angolul, finnül, németül egy kis kártyára írni, és ezzel sokkal közelebb kerülhetünk a mindenhatóhoz. Nagyon fontos, amit most mondott Márta. Ez a csöndnek a kérdése. Figyeljük meg, hogy a modern ember éppen a csönddel nem tud mit kezdeni. Hazajön valaki a munkából, mi az első? Rádió, pof, becsülje a tévé, rádió, hogy zaj legyen. Tehát ez zaj ingerünk van. Márpedig a gyász az élet elcsöndesedésének a nagy alkalma. És hogyha erre a csöndre megtanítjuk, a csönddel beszélgetni megtanítjuk. A belső csöndre is. Belső csöndre. Tudni, hogy a csönd az nem némaság. A némaság az más.
Ez bizony. A csönd az más, és a némaság is más. És erre a belső csöndre, ez az elcsendesedésre megtanítunk valakit, akkor egy hatalmas nagy lelki fejlődésen megy át az illető. Nem csak a gyászban, hanem az egész életében. Szóval néha nem ártana négy szem közt maradni magunkkal. Ez az, amit a belső kamráról mondott Jézus, hogy ha te imádkozol, eredj be a belső kamrádba. Hát a görögök meg úgy mondták, hogy ismerd meg a megismerőt, ismerd meg önmagadat, így van. A notiseuton. Így van. Igen, és ez nem véletlen, hogy minden vallásnak ez volt az alapja, minden pogány vallásnak is, a görögöknek is, ugye Delfói Józsdának a tümpanonján volt felírva ez a notiseuton. Hadd kérdezzem, Péter, a színészek mit szóltak ehhez a filmhez, amikor ez forgatásba került, megtanulták, stb. Hatott rájuk? Hát volt valamilyen megnyilatkozásuk ezzel kapcsolatban? Mivel ez a film, többet beszélgettünk annak idején a bemutatón, hogy gyakorlatilag milyen besorolásba lehetne ezt beletenni, tehát ez egy ilyen oktató vagy végigvívő film, latin kifejezése, nem szeretem a latin szavakat, mert gyönyörű magyar szavaink vannak ezekre, didaktikus filmnek. Didaktikus. Igen, csak hát ugye ez már egy latin szó. Sőt, eredetileg görög. Igen, görög-latin. Görög-latin kifejezés. Igen. Tehát, hogyha azt vesszük, hogy ez a film a könyvet dolgozza fel, igyekeztünk arra korlátozódni, hogy a szöveg az, mint egy narratíva, tehát egy felolvasott szöveg, és a színészek azok, akik megjelennek, összesen néhány ember van, talán három, most majdnem meglettem fogva ebből a kérdéssel, aki megjelenik, de gyakorlatilag ez csak idézőjelbe illusztráció, de elmondott szövege nincsen neki. A főszerepet maga a könyvnek a szerzője játsza, Bőrönte Márta, aki gyakorlatilag a saját életéből is vette a könyvéhez az alapanyagot, hogy úgy mondjam, és ő megy végig ezeken a csúnya módon stációkon, és megjelenik még egy-két segédszereplő, akiknek szintén nincsen kimondott szövegük, és ők gyakorlatilag a filmnek a kétharmada környékén jelennek meg egy-egy jelenet erejéig. Hadd kérdezzem, Márta, akkor egy életében bekövetkezett tragédia késztette erre a könyvnek a megírására? Gyerekként Cegléden éltem a gyerek éveimet, és általános iskola első osztályában meghalt egy osztálytársam torna órán. Amikor a Debrecen Református Gimnáziumban jártam, akkor is az első osztályban elveszítettem egy osztálytársamat. A általános iskolában úgy hívták, hogy Péter, a gimnáziumban meg Márta. Ez az Isten kegye, hogy Péter és Márta hozza ezt a könyvet. A kezemben fogom a kezed hangos könyvét, ugyanis a film ez alapján készült, és Péter az Isten hangja, én pedig az ember hangja. Ezért is nagyon szeretettem, milyen éltük át ennek a CD-nek és a filmnek a készítését, mert Péter volt az, aki átolvasta a kéziratot. Nekem nagyon fontos volt, hogy egy férfi olvassa el, hogy ne csak a nők, a női lelkek, női testvérek meg kapjanak. Meg ne csak egyoldalúan, igen, hanem hogy igen. Ez érthető-e más számára. Igen. Az Isten kegyelméből elvégeztettem a gyógyulás a gyász nemzetközi tréner képzőt. Ez hol van? Magyarországon? Igen, dr. Sarongi Emőke hozta haza ezt a módszert, 30 éve működik a világban. John James és Russell Friedman az ő saját életükben tapasztaltak meg gyászt. John James elveszítette a kisfiát, és nem tudott felállni ebből a gyászból. És ő kapta ezt a, azt mondom, hogy Isten utat módszert. Egy életdiagramot készítenek,
végigvezetnek a megbocsátás útján, egy beteljesítő levelet ír a gyászoló, és konkrét lépéseket ad. A gyász egy megbocsátás is, nem? Hiszen nagyon sokszor a gyászban akár a Jóistennel is hadakozom, hogy miért engedted meg, miért pont ő? Ez egyfajta megbocsátás is kell, hogy ezt az egész helyzetet valahogy feldolgozzam pszichésen a keresztény hitem vonatkozásában. Jól hát, látom? Ha nem keresztényi vonatkozásba vesszük ezt a dolgot, akkor is. Akkor is. Teljesen, hát ha lehet úgy mondani, emberi alapmegnyilvánulás az, hogyha olyan a eset, most nem akarok itt példákat hozni, de mindenki tud találni saját információs tárában ilyeneket, elindul a vádlás. Ugye két iránya lehet, valakit vádolunk, aki rajtunk kívül van, vagy magunkat vádoljuk, hogy megtehettem volna, és akkor... Miért nem voltam ott, így van, ott vagyok, így van. Más... Ez az önvád, ahogy szokta igen. mondani a pszichológia is. Tehát ugyanezek a dolgok megjelennek ugye a nyíl felém, vagy kifele. Igen. És ha most egy picit elkanyarodunk ebben a témában, visszatérve a könyvnek meg a filmnek a címére, a Veled vagyok, fogom a kezed, ami szintén ugye két véglet lehet megint, ugye amiről beszéltünk, hogy valaki egy másodpercet feldolgoz egy tragédiát, valaki meg a élete végéig sem képes. Ez a megfogja valaki a kezemet, tehát itt a könyvben is az van, hogy nem nevesíti, hanem valaki fogja meg a kezem. Ez lehet egyetlen egy pillanat, egyetlen egy érintés, ami gyakorlatilag igen fontos, mert ugye most itt beszélhetnénk ugye a testérintésről, a egyik szeretett nyelvről, ami rettentően fontos. És ez egy indító impulzus lehet az én helyreállásomnak, és lehet egy olyan dolog, hogyha valaki megfogja a kezemet, ez tarthat attól a pillanattól akár örökre is. Igen. És a kettő között ugye ez az időintervallum az a rész, hogy megérintettem, attól lehet egy másodperc, és végtelen a sírunkig. Igen, igen. Ez nagyon fontos megint, amit mondtatok, mert éppen mindig ezt rávetítem a mai életemre. Mártának mondom, hogy nekem hasonló dolog volt, második elemista voltam, ez ősidőkben volt, és bombázások voltak Szombathelyen, és a pattársammal együtt voltunk lent a pincébe. És amikor feljöttünk a bombázás után, akkor a családi házukra 36 bomba esett, és ott halt meg édesapja, édesanyja, két kis testvére. Egyedül maradt, nagypapája, nagymamájával együtt. Tehát egy egész familiát kiirtotta a bomba. És egyedül maradt meg. Egyedül maradt. És tudom azt, hogy gyerek fejjel, második elemista fejjel, micsoda stressz volt, és milyen nehéz volt ezt átélni, megélni. És nagyon sok ilyen dolog van, de visszatérve arra, amit az előbb mondtál, hogy nem csak az élet elvesztése a halál, az elmúlás. Sok minden. Mindig eszembe van, Reményéknek van egy versora, hogy gyászolom a nyarat, mert hullanak a levelek, és ebből indul ki ez a, nem tudom szó szerint idézni a Reményék verset, de egy gyönyörű gondolat, hogy lényegében az elmúlást gyászoljuk, mert mi átélünk elmúlást. Én nem olyan vagyok, mint 16 éves koromban, most már 83 évesen nem olyan vagyok. Igen, amit mondtam, hogy az ember ugye kialakít egy komfortzónát, abban szeret lenni, és hogyha ebbe a kialakított rendszerbe egy hirtelen változás történik, azt nem éli meg az ember jól. Igen, ezeket a változásokat kell jól megélni, ez a földi élet szempontjából is fontos. Mert aki a változásokat meg tudja élni pozitív módon, ez nagyon fontos. Na most erre lenne fontos az, ami a könyv címe, hogy mindig legyen olyan kéz, amit én megfoghatok, hogy kinyújthatom a kezem. És mindig lenne nekem is olyan kezem, hogy a másik embernek a kezét megfogjam, mert mindig azt hiszük, hogy akin segítünk, azzal teszünk jót. Ez igaz, de ez csak a fele az igaznak. Hogy ő rám van utalva, ez nekem jó,
mert én érzem jobban mert azt. A segítőnek is hogy jó. A segítőnek jó, mert én érzem azt, hogy én nem hiába vagyok. Mert a másik az, hogy ha megnézzük az embereket, rengeteg ember átéli a hiába valóság tudatát, hogy a mai napom semmibe ment. Nem ment semmibe a napom, mert volt, aki felé kinyújthattam a kezem, és volt, aki kinyújtotta felém a kezét. Tehát az ember ezért közösségi lény, hogy csak ezt közösségben tudom megélni. Hát igen, ez az, amikor az ember azt érzi, hogy egy kisebb vagy nagyobb közösségnek ő, az ő személye, akár így vagy úgy, mennyire fontos. Így van. Márta, evangélikus lelkésznőként szolgálsz. Ez a munkádban ez a könyv, amikor találkozol te is halálesetekkel, gyászesetekkel, adtál, odajándékoztál, gondolom, egy-egy példány. Mit jelentett ez az emberek számára? Vannak pozitív visszajelzések a könyvvel kapcsolatban? Most név nélkül, csak az eseményre hivatkozva. A könyv végén szerepel a lábnyomok története, versként, és ezt a verset mi kitettük a utcai frontra, a templom mellé, a hirdető táblánkra, és felhívott valaki ismeretlenül, hogy már annyi szerettét, családtagját eltemette, hogy ő azon gondolkozott, hogy öngyilkos lesz. Eljött a templomunkhoz, elolvasta ezt a verset, és utána fölhívott, és azt mondta, hogy ő ezért nem lett öngyilkos, mert ott kapott választ az Istentől. Ez a vers benne van a könyvben? Fölolvasnál belőle egy kis rövid részletet? Tudom, hogy nem készültünk, vagy inkább majd máskor? Ez Péter feladata, mert Péter tud nagyon szépen verset olvasni, és ő olvassa föl ezt a verset a filmben is. Ez egy csodálatos vers. Hát akkor, ahogy a kérés volt, ez az utolsó bekezdést, az Úr kézen fogott, és szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, ez a vers vége, és úgy gondolom, hogy mindegyikünk a gyászban, legyen fiatal, idősebb, középkorú, valahol már volt részünk. Az is lehet mondani, hogy a felnőtté válás, az emberré válás része a gyász. Csak az a nem mindegy, hogy ez a gyász letaglóz bennünket, kevesebbek leszünk, vagy pedig ezt a gyász be tudjuk építeni az egyéniségünkbe. Érzékenyebbek leszünk-e más irányába, nyitottabbak leszünk-e? Jobb lesz-e a szemünk, észrevesszük azokat, amelyeket gyász nélkül talán észre sem vennénk soha. Szóval a gyásznak is megvan a maga megtermékenyítő, pozitív hatása az emberi életben. Ez természetes, és visszakanyarodnék az elején a tanár úrnak a gondolatára, hogy ugye a gyerekekkel kapcsolatosan is, ugye, hogy nem viszik el, vagy viszik a gyereket a temetésre, ugye igen, a klasszikus gyászt veszünk alapul. Megfigyeléseim alapján, és ez pusztán az én spekulatív gondolkodásom, én azt vettem észre, hogy ugye a gyerekek figyelnek rettentő módon. Nem csak a fülükkel, hanem azt érzékelik, hogy kik hogyan mozognak abban a térben, ahol ők vannak. Ha most jön egy ilyen hír, hogy vegyük konkrétan, nagyapa meghalt, akkor a szülőnek jó lenne tudni, hogy a gyereknek a reakciója alapján fogok én neki a gyászról beszélni. Ha a gyerek kérdezi, hogy mi történt, akkor becsülettel, amennyit én tudok, elmondok. De nem fogom én kezdeményezni a beszélgetést. Nagyon fontos dolog, legalábbis szerintem, mert ha a gyereket érdekli, mert őt érdekli az őszintjén, akkor válaszolok. De ha a gyerek nem kérdezte, akkor nem fogom elmondani neki, hogy na, nem most ezt így van, egészet. Így van. És ez ugyanígy van az összes többinél, tehát azt, hogy elviszem vagy nem viszem el. És most itt nem arról van szó, hogy belemegyünk ebbe a szülő-gyerek kapcsolatba,
Márpedig most a nagyapa temetésére, maradjunk a példánál, márpedig a nagyapa temetésére el fogsz jönni. Ott leszel a apa és anya között. Nem, ezt nem játsszuk el. Tehát ez egy öngól. Ez egy öngól. Pszichológiailag feltétlen. Habár nem vagyok pszichológus. Így van. Ez így van. És ha el akar jönni, akkor viszont elviszem. Így van. Így van. És annyit, amelyet ő kérdez, annyit mondok. Így van. Becsülettel, amit belülről el tudok mondani, annyit elmondok, és akkor azt mondom, hogy én ennyit tudtam. Görönte Márta és Tagai Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Kíváncsiak leszünk még a könyvnek, meg a filmnek az utóéletére. Majd nyomon követjük, és esetleg néhány esztendő múlva visszahívunk benneteket a stúdióba. Megköszönjük Szigeti Jenő tanárúrnak a szakértését. Elköszönünk a kedves nézőktől. Önök a Vallás és Kultúra című műsort látták. Isten áldja önöket, viszontlátásra!